Madár távlatból jól látszik, milyen hatalmas területen folynak a munkálatok fényes Litke határában. Jelenleg mintegy 85 hektáron dolgoznak a szakemberek, az itt készülő vasúti terminál teljes területe azonban a 150 hektárt is megközelíti. Itt lehet majd vasútról közútra, közútról vasútra és vasútról vasútra is átrakni konténereket, konténertartályokat és félpótkocsikat. A terminál az Európa és Ázsia közötti vasúti útvonal egy jelentős csomópontjában épül meg. Visszaállítja azt a fajta jelentős forgalmat, amelyet Záhony valamikor ezen az útvonalon megvalósított, és újra lehetőség lesz arra, hogy nagyon jelentős forgalom jöjjön Magyarország felé ezen az útvonalon. Az energia előállítását saját naperőművel biztosítják, és elektromos traktorok segítik a szállítást a területen belül. A környezetkímélő technológiáknak hatalmas jelentősége van, hiszen a keleti tranzitforgalom az elmúlt évtizedekben eltolódott a kamionos fuvarozás irányába, ami kedvezőtlen folyamatokat indított el. Ebben a környezetkímélő törekvésben a MÁV is komoly partnerséget vállalt. A klímaváltozást okozó károsanyag kibocsátásért nagyban felelős az ipar és a közlekedés. Ezért nem mindegy, milyen eszközzel zajlik a nemzetközi árufuvarozás. Jelenleg a közlekedő módok közül a vasút mindössze 1%-kal járul hozzá az üvegházhatáshoz, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásához, annak ellenére, hogy a személyszállításban 10, az árufuvarozásban pedig 20%-nyi piaci részesedése van. A változáshoz a vasútnak versenyképesebbé kell válnia, ez olyan modern és intelligens ipari megoldásokkal és infrastruktúrális fejlesztésekkel érhető el, mint az East-West Gate, amely ugye a széles és normál nyomtávú vonatokon szállított konténerek átrakását, kezelését teszi majd lehetővé. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, 2009-től kezdődően, amikor egy hatalmas ipari park kezdett kiépülni a most épülő beruházás közelében, folyamatosan igény volt a vasúti kereskedelem fejlesztésére. Szeszták Miklós kiemelte, a rendszerváltás idején itt működött Európa egyik legkomolyabb vasúti kereskedelmi csomópontja, az utóbbi évtizedekben azonban ez a fontos szerepe eltűnt a térségnek. Hogyha kicsit 90-hez képest előre visszük az órakerekét, akkor mondjuk 1995-ben, akkor ez a mennyiség, mondjuk ki nyíltan, a nullára esett, és onnantól kezdve próbáljuk mindig valamit újra csinálni, hogy igenis visszatérjünk erre a térképre. És azt gondolom, hogy ez a beruházás az az ipari park alapkületét, amit 2009-ben nagyon hidegbe letettünk, az mind-mind ezt a célt szolgálja. Nem csak globális szinten lesz fontos szerepe a mintegy 30 milliárd forintos beruházásnak. Csak a kivitelezés idejére több mint 150 új munkahely jön létre, majd a terminál működésekor is 400-500 állandó munkaerőre lesz szükség. Ez számos lehetőséget biztosít a környékbeli munkavállalók számára. Nálunk Fényesütként nagyon jó a munkanélküli saráta, 10 közfoglalkoztatottunk van, 2600 emberből dolgosak a Fényesütkiek, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ingatlan árban ma már Kisvárda mellett vagyunk, tehát azt jelenti, az itt élő embernek érdemes befektetnie, hiszen az értéke meg fog maradni, ez a beruházás pedig ezt tovább fogja ezt erősíteni. A beruházás már év végére elkészülhet, ami után 3 hónapos próbaüzem veszi kezdetét. Az intermodális terminál így a tervek szerint 2022 első negyedévét követően áll üzembe. A csomó ponton évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert is tudnak majd kezelni, így kapacitását és területét tekintve ez lesz a legnagyobb ilyen létesítmény Európában.